papírforma alapján nem ti voltatok az esélyesek, ennek ellenére az első fél időben szép játékkal, taktikus játékkal sikerült közel maradni az Érthez. A második fél időben azonban, mintha lett volna egy törés. Még az első 10 perc úgy, ahogy, bár akkor már sok volt a hiba, de az utolsó 20 percre úgy láttam, hogy kipukadt a csapat fizikálisan. Jól láttam ezt? Igen, igen, igen. Tehát én is pont azt mondtam, hogy hát elfáradtunk a mérkőzés végére. Azért fiatalok fizikálisan jobb erőállapotban vannak, és ugye nekem is most azért nem volt valami hosszú a kis program. Tele van junior játékosokkal, úgyhogy hát én ezek alapján azt mondom, hogy az első fél idő eredményével azért elégedett lettem volna. Hogy értékeled a csapatodat? Nem két részre bontva, hanem ugye a mérkőzés egészében. A mérkőzés egészében én azt mondom, hogy voltak játékosok, akik megpróbáltak magukhoz mérten mindent megtenni, voltak játékosok, akik nem, ennek most hangot is adtam. Tehát én azt kértem a lányoktól, hogy van még két mérkőzés hátra, próbálják meg összeszedni magukat. Aki vállalta ezt a szezont, akkor erre két mérkőzésre még tegye oda magát, mert én most jelen pillanatban azt érzem, hogy már alig várják, hogy vége legyen ennek a bajnokságnak. Én azért kiemelném most a két lövőt, akik azt gondolom, hogy kifejezetten jól teljesítettek. Tumpek Nikolett sokszor tört be, végre láthattuk tőle ezt is. Réka is a bal oldalon most kifejezetten jól lövöldözött, eltalálta a kaput sokszor. Jövő héten még lesz egy nyerhető mérkőzés tulajdonképpen. Mire számítasz, hogy milyen lesz az ellenfél? Az ellenfél szerintem mindent meg fog tenni, hogy nyerjen ellenünk, mert ugye itt egy ilyen parázs kis mérkőzésen tudtunk nyerni. Hát, hogyha azt nézem, hogy ma hogy játszottunk, hogyha jövő hétre átmentjük ezt a formánkat, akkor nem fogunk idegenben nyerni, de én azt gondolom, hogy megpróbálom annyira feltuningolni a csapatot a jövő hétre, hogy azért a Dunapántól elhozzunk pontokat. Nagyon-nagyon nehéz lesz, mert még a nagy csapatok is megszenvednek ellenük, tehát most például a Dunapent volt múltkor, nem is tudom melyik csapat, és csak két góllal tudott nyerni, tehát nehéz lesz. Olyan csapat volt, azt hiszem, aki előrébb van tőlünk. Nehéz lesz, tehát nehéz lesz. Én nem mondom, hogy könnyű mérkőzés lesz, de oda kell tennie magát mindenkinek. És csak úgy lehet ezt a mérkőzést megnyerni, hogyha nem csak az átlövők hozzák magukat, hanem én azt gondolom, hogy a szélsők is, mert a mai napon, jelen pillanatban bal meg a jobb szélsőm az nagyon együves egy pozíció, illetve a beálló. Tehát én ebben a háromban most nagyon-nagyon nagy problémákat látok. Hát jól lenne azért örülnök neki, hogyha ezek a játékosok egy kicsit összeszednek magukat. Hogy próbálsz megjavítani ezen a három poszton? Hát nem tudom, mert megmondom őszintén, hogy nagyon kevés játékos áll rendelkezésemre, illetve hát balkezesem az talán most csak egy van, a Cudor Szandi, ő is ugye mivel érettség, stb. Ez most már két hete egy-egy edzésekre jár, ami meg is látszik a teljesítményen, azt gondolom. Azért nagyjából most már kezd kirajzolódni a végeredmény, hogy ki hol fog helyezkedni. Egyelőre hogy látod, az teljesítette a csapatod, amit vártál tőlük az év elején? Én azt gondolom, hogy ugye ahogy nekivágtunk ennek a bajnoki szezonnak, ahhoz mérten ugye szerintem maximálisan, tehát megállt a csapat a helyén, viszont azért ennél a társaságnál is voltak olyan problémák, tehát hogy éppen valakinek nem ment, akkor hál' Istennek azért próbálta a másik helyettesíteni, de na, valahogy ezt nem tudom, tehát az egyik szélsőnek nem, a másiknak sem, tehát igazából nem volt olyan, aki ezt megoldotta volna. Úgyhogy itt én azt gondolom, hogy több játékosnak oda kéne jobban tenni, tehát és nem csak az, hogy az idősebb játékosok hajtsanak, meg küzdjenek, hanem igenis a fiatalnak is oda kell tenni magát, mert lehet, hogy jövőre ő fog játszani. Meg ő fogja megoldani ezt a problémát. Soha nem lehet tudni. És ezt hogy tudod elérni a fiataloknál, hogy kicsit lendületesebben tegyék oda magukat? Hát én azért az edzésen büntetek elég sokszor, meg ugye az edzésen is el szokott fordulni, hogy az ittereket kihagyja. Ez kőkeményen büntetem. De úgy látszik,
hogy nem sok értelme van, mert itt is állandóan a mérkőzéseken is állandóan kiadjuk az ígyszereket. Úgyhogy ez azért így ilyen szempontból bosszantó, tehát bosszantó. Haladunk tovább, és már csak ez a két mérkőzés van hátra. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a, hogy a Szabó Timivel komolyabb sérülés nem történt, mert azért, azért az ő hiánya érezhető lesz a juniorban is, meg a felnőben is. Tehát ez nagyon sajnálom, hogy ez így történt most. Ezt én is így látom, sokszor a saját lendülete viszi előre, és ez talán a csapatot is sokszor megsegíti. Reméljük nem lesz komolyabb baja. Igen, 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 és még annyit akarok ezt hozzátenni, hogy olyan akarattal rendelkezik, hogy én nagyon-nagyon örülnék neki, ha a juniorben legalább a fél csapatnak ennyi a fele ennyi, mint a Köszönöm szépen! Én is